Jó napot kívánok, kellemes délutánt, köszöntöm a Trend FM 94.2 hallgatóit, Mezei Dánielt hallják itt a Trend FM teniszmagazinjában, a rövidítésben vendégem pedig Köves Gábor. Szia, boldog új évet, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Szia, Dani, köszönöm szépen én is, hogy meghívtál, illetve köszöntöm a kedves hallgatókat is. Beszélgettünk itt ebben a műsorban néhány hónappal ezelőtt, akkor nem került szóba az a téma, amiről most beszélni fogunk, hiszen az év utolsó napjaiban, aki olvassa a huntenisz.hu oldalt, az láthatta, hogy te lettél a Magyar Davis Kupa válogatott szövetség kapitánya, amihez gratulálok, megtisztelő feladat. Igen, nagyon szépen köszönöm a gratulációt, mindig egy ilyen feladat az nagyon megtisztelő, és végül is talán egy olyan játékosnak, aki részt vett ezekben a csatákban a korábbi években, én talán jó 15 éve fejeztem be a ténykedésemet, de legalább 15-öt is játszottam, tehát legalább 30 éve úgy azért igazán közelről is figyelemmel kísérem a Davis kupát, illetve hát annak a mérkőzéseit. Én úgy gondolom, hogy ez egy olyan felkérés volt, amit igazából el kellett, hogy fogadjak, mert hogyha valakinek van egy álma, illetve van egy olyan feladata, amit igazán szívesen csinál, vagy csinálna, és rátermetnek érzi esetleg magát, akkor nem szabad nemet mondani. Ugye te játékosként is klasszikus Davis Kupa játékos voltál, lehet így mondani, tehát amikor te akár szakkommentátorként beszélsz, hogy hallgatnak, látnak a nézők, vagy akár veled beszél valaki, akkor mindig szóba kerül a Davis Kupa, ez végigkíséri a pályafutásodat, nem? Hát majdnem, hogy minden teniszezőnek végigkíséri a pályafutását, aki bekerült egy Davis Kupa csapatba, vagy olyan szinten játszott, ahol a saját országában mondjuk az első 2-3 játékos között volt húzamosabb ideig, és hát én 1986-ban kezdtem azt hiszem játszani, ráadásul akkor még 15-16 évesek voltunk a Markovics Lacival, amikor betett minket Jákfalvi Béla bácsi, még a legendás kapitány. Jákfalvi Béla bácsi, igen, de jó. Jákfalvi Béla bácsi, tanár úr betett minket a csapatba, és hát már akkor is ugye látszott, hogy párosban elég jók leszünk, de még elég fiatalok voltunk, azért 16 évesen nem sokan kerülnek oda a csapatba, és hát azt hiszem, hogy megháláltuk a bizalmat, mert az első mérkőzéseken is nyerni tudtunk, persze ugye nem olyan nagyon nagy játékosok ellen, de játszottunk belgák ellen, akik ellen most nagy dolog lenne, esetleg akár nyerni is. Nyertünk Nigéria ellen, hogyha jól emlékszem, aztán Új-Zélandon játszottunk wimbledoni döntősökkel szemben, és ott ugyan kikaptunk 4 szetben, de nem vallottunk szégyent, és akkor utána jöttek tovább a mérkőzések, egyre nehezebb ellenfelek ellen, és így belecsöppent az ember beleugrott a mélyvízbe, szinte fejest ugrott a mélyvízbe, és ez egy jó dolog volt. De ami nagyon érdekes ebben, mielőtt kérdezel mást, az, hogy ugye az ember 86-ban is bizonyos tapasztalattal tudott odállni a mérkőzésekre 16 évesen, és utána meg 30 év körül is megint csak más volt már mögötte, így taktikailag, fejben is, illetve hát megint másképpen nyugodtabban tudott játszani, hiszen azért benne van az is, hogy egy ilyen mérkőzésen az ember nagyon akar, nagyon izgul, és bármi lehet. Persze ugye 3 nyert játszmára mennek a meccsek, tehát azért nem annyira vészes a dolog. Maradjunk még ennél a témánál, én nagyon szerettem a teniszt mindig is, és sosem értettem, illetve hát megmagyarázták nekem, tehát kénytelen voltam megérteni, inkább elfogadni, hogy a páros játék az miért nem azonos rangú az egyes játékkal. Tehát most például, hogy egy aktuális példát mondjak, ugye Babos Timi annak ellenére, hogy kiválóan játszik párosban, hát mutatják az eredményei, úgy döntött, hogy az idei évben nagyobb hangsúlyt helyez az egyese. Értem, hogy így alakult ki, értem, hogy ez a tradíció, nagyobbak a pénzdíjak, stb., de miért? Hiszen látványra ugyanolyan élvezetes, sőt, nagyon élvezetes a páros is. Hát van, amikor igen, van, amikor nem. Mostanság azt kell, hogy mondjam, hogy vannak nagyon-nagyon élvezetes páros mérkőzések, de nem mindegy, hogy milyen szinten játsszák a párost. Tehát lehet, hogy láttál egy-két mérkőzést, Grand Slam döntőt, vagy elődöntőt, meg a végjátékot. Azért a párosban is, főleg a férfi párosban a nagy adogatások domináltak, és hát van, amikor olyan hosszú labdamenetek nincsenek, viszonylag gyorsak a mérkőzések, hiszen most már ugye az ATP versenyeken is, meg a, tehát nem Grand Slam-es mérkőzéseken, ott úgynevezett no-ed van, tehát a játékok gyorsabban pörögnek, ütsz 3-4 szervát, és már jön a következő, akár
50-55 perces meccsek is vannak, tehát azért könnyebb kiszámolni, hogy mikor lesz vége. Viszont az is tény, amit te mondtál, hogy a Roland Garros döntője például szerintem majdnem, hogy minden idők legjobb páros mérkőzése volt a múlt esztendőben, tényleg annyira jó meccs volt, és olyan menetek voltak, hogy egészen elképesztő volt még nézni is, illetve nem csak közvetíteni, hanem nézni is, úgy kívülállóként egy olyan játékosnak, aki, vagy olyan embernek, vagy olyan sportolónak, aki űzte ezt a párost akár Grand Slam szinten is, de tényleg egy fantasztikus mérkőzés volt, és le a kalappal. De ami nagyon fontos, ugye a teniszezők 10-12 évet játszanak általában, akik ugye oda kerülnek már 18-20 évesen, és azért a pályafutásuk véges, és azért nem mindegy, hogy főleg mostanság, hogy egyéniben hogyan szerepelnek, mennyi pénzt keresnek, mit tudnak kihozni a pályafutásukból, és én úgy gondolom, hogy azért, ha jól számolom, akkor szerintem egy 5-6-szoros pénzdíja van az egyéni díjazásnak ugyanolyan ranglista mellett, de lehet, hogy még magasabb, lehet, hogy most... Hát van, ahol nagyobb a különbség, most én is így szám. Tehát azt hiszem, hogy 5-szörös a pénzdíj, de ezt ketté osztják, tehát lehet, hogy 10-szeres különbség is van, vagy lehet a páros is tehát az egyéni között. A döntés. Van olyan verseny, ahol igen, van, ahol nem. Tehát a döntés maga az, hogyha valaki egyéniben jól szerepel, és mondjuk 20. a világranglistán, vagy 25. mint most jelenleg Babos Timi, neki, hogyha az egyénire rákoncentrál, és ott marad az első 30-ban, akkor lehet, hogy háromszor annyit tud keresni, mint ugye a 10. párosban, de mondjuk nem csak ez a döntésnek azt hiszem a háttere, hanem az is, hogy vannak olyan szezonok, amikor igazából egy játékos, főleg aki ilyen gyorsan előre jutott, megpróbál érvényesülni és tényleg megragadni abban a abban a ranglista körzetben, vagy környéken, azon a környéken, ahol most van, és ezzel azért azt hiszem, hogy hosszú távon talán még jobban is jár. Ez csak egy kitérő volt, és nem tartozik szervesen a Davis kupához, illetve annyiban, hogy te, mint klasszikus páros játékos lettél most a Davis kupa válogatott szövetségi kapitány, a Kövess Gábor a vendégem, itt a Trend FM 94.2-n a teniszmagazint és Mezé Dánielt hallgatják, és akkor visszatérve a feladathoz, ugye Karszki Zoltán vezetésével kiváló eredményeket ért el ez a magyar Davis kupa válogatott az elmúlt 3 évben, és nagyon magasra jutott. Talán éppen ezért nehéz ez a feladat, de ha jól tudom, akkor Kuherszki Zoltán ott marad a csapat mellett, tehát ha kell és számítasz, akkor lesz kire támaszkodnod. Hát igen, ott marad, végül is csapat menedzseri pozícióban, tehát ő segít nekem, végül is nem a szakmai munkában segít, amit gondoltál, hogy talán segíthet, de ha kérdésem van, akkor nyugodtan hozzá is fordulhatok. Hát én így gondoltam, mert te vagy a kapitány. Tehát, hogy... Igen, de hát az én dolgom lesz, hogy szakmailag vezessem a csapatot. Ő különböző dolgokban segíthet, például most ilyen szállodákkal, ő veszi fel a kapcsolatot, hogy hol legyünk, kik jönnek, ő egyezik meg mondjuk, vagy ő választja ki velem együtt, mondjuk a masszört, aki a csapattal jön, ő beszéli meg, hogy mikor induljunk, tehát mindenféle olyan dolgot, amit azért meg kell csinálni egy csapatmenedzsernek is, de a szakmai dolgokban most neki nem lesz olyan szerepe, mint korábban. Természetesen ott lesz a Davis kupán ő is, és segítségemre lesz, de hogy mennyit fogunk beszélni arról, hogy éppen milyen taktika legyen a mérkőzésen, azt nem tudom, de majd elárulom a meccs után. Ugye ő azért mondott le, és azért távozott, mert hogy az egyik olyan játékosnak az edzője, aki jó eséllyel pályázik arra, hogy akár te, akár más beválogassa majd a Davis Cup válogatottba, a Valkusz Mátéról van szó, fiatal tehetséges teniszezőről. De itt adódik a kérdés, hogy milyen a merítési lehetőség? Te most hogy látod? Ugye a szlovákokkal játszunk február elején, tehát olyan sok gondolkodási időd nincs. Milyen a magyar férfi tenisz jelenleg? Hát azt kell mondjam, hogy sok kiemelkedő játékosunk nincs. Ugye soha nem is volt olyan, hogy az első 100-ban volt mondjuk 5 teniszezőnk, tehát nem is erre gondolok, hanem arra, hogy jelenleg az első 500-ban 3 játékosunk van, az első 100-ban jelenleg egy sincs. Ugye korábban azért voltak egyéniben is, párosban is olyan játékosaink, akik ilyen ranglista helyezéssel rendelkeztek, és ilyen szinten játszottak. Ez nem azt jelenti, hogy ugye Fucsovics Marci, aki jelenleg a 150-160. Hely környékén van világranglistán, az ő képességei alapján ne lehetne ott az első 100-ban, illetve nem tud olyan szinten játszani a Davis kupában, nagyon is tud, és erre jó példa arra, hogy egy pár héttel ezelőtt mondjuk edzésen egy jó pár szettet elvette a Wawrinkát, az megint más, mint egy verseny, de attól függetlenül azt kell, hogy mondjam, hogy az ő játéka az többre
hivatott ranglista szempontjából. Egy picit szerencsém van abból a szempontból, hogy Balázs Attila újra kezdte a játékot, és 2,5 év vagy 3 év kihagyás után újra elég jól megy neki. Elindult 300-ban van, és ott van még Nagy Péter, aki szenzációs eredményeket ért el a Davis kupában, és az ő szívévelő játékával végül is nagy segítséget nyújtott Fucsovics Marcinak ahhoz, hogy ebbe a csoportba kerüljön a csapat, hiszen ő nyert meg egy olyan mérkőzéstől 2-2-nél mindent eldöntő meccs volt a bosnyákok ellen, Siófokon tavaly, vagy tavaly előtt, bocsánat. Tavaly előtt, igen, nyáron. Tavaly előtt, igen, nyáron. Most már, ugye januárban járunk, tehát... Pokoli meleg volt. Igen, meleg volt, és emlékszem arra a mérkőzésre, azt te is ott voltál, igen, a helyszínen. És szóval egy olyan játékosról van szó, akinek talán a játéka egy picit jelenleg limitált, és inkább salakpályán tud érvényesülni, viszont hatalmas szíve van, és még egy sorsdöntő meccset nyert mondjuk az izraeliek ellen. Tavaly ugye a korai meccsen, szóval ő is nagy szerepet játszottam, hogy ideig jutott a csapat. Rajtuk kívül nincsenek az első 500-ban egyéni játékosok, és párosban is, hogyha jól tudom, akkor a Borsos Gabi, a Borsos Gábor a 300. hely környékén van. Tehát azért nem vagyok abból a szempontból könnyű helyzetben, hogyha mondom, hogy hú, az egyik játékos éppen vagy nem vállalja, vagy nem ér rá, vagy sérült, vagy valami baja van, vagy nem akar játszani. Akkor nehéz hova nem fordulni. Tud, akkor nem tudok kikhez fordulni, tehát van 4-5-6 játékos, akiből lehet válogatni, és abból is csak 3 van az első 500-ban egyéniben. Szóval azért ebből a szempontból nem vagyok könnyű helyzetben, főleg azért nem, mert azért elég erős csoportban vagyunk, tehát a világcsoport alatti afrikai egyes zónában vagyunk, ahol tavaly még Nadal is pályára léphetett, vagy lépett is, azt hiszem, nem vagyok benne biztos, hogy a spanyoloknál játszott, most erre nem emlékszem, de ilyen szintű játékosok is pályára lépnek ebben a hát mutatja a következő mérkőzés szereposztása is, hiszen újra Szlovákia az ellenfél, ugye az utolsó előtti lépcsőfokot pont ellenük kellett volna megtenni a világcsoport felé, ott nem sikerült nyerni, de hát az végképp nagy elvárás lett volna, hogy az Izrael után mondjuk Szlovákiát is legyőzze a magyar válogatott, de ilyen szempontból az első feladatod, vagy feladatotok azért nevezhető talán kellemesebbnek, mert semmiképpen sem nyom a teher, hogy na itt valami nagy eredményt kell elérni, lehet kísérletezni, lehet próbálkozni, tehát ez egy jó bemutatkozás, vagy nem? Igen, hát végül is, ahogy korábban is mondtam, most már 16 éves vagyok, és nem az lesz, hogy tapasztalat nélkül oda megy az ember, és tényleg nem tudja, hogy mire számítson. Én láttam már egy-két mérkőzést, és ahogy oda kell állni, az, hogy vagy úgy kell odaállni, hogy az ember a legtöbbet tudja kihozni abból, amije van. Tehát mást azt hiszem, hogy sem én nem kérhetek önmagamtól, sem nem kérhetek a játékosomtól, és nem is kérhetnek tőlem. Tehát azt ne várja senki, hogy a 400. majd megveri a másodikat a világranglistán, viszont én nekem az a feladatom, hogy a legjobban segítsem a pályán a játékost, mind taktikailag, mind pszichológiailag, tehát segítsem fejben, hogy jól játszon, motivált legyen, odafigyeljen, végigküzdje a mérkőzést, ami nagyon nehéz egy 3 nyercettes meccsen, főleg akkor, hogyha esetleg nem úgy alakul az eredmény, ahogy szeretnénk, de a tapasztalatból mondom, hogy nem azt mondom, hogy mindegy, hogy kiáll a másik oldalon a Davis kupában, hiszen nem, a kell mellé játéktudás is a másik oldalon, de a saját magam tapasztalatából mondom, hogy teljesen mindegy volt, hogy az első, a második, a nyolcadik, a tizedik ellen játszottunk, mondjuk a párosban vettem részt a Davis kupa mérkőzéseken, majdnem mindenkivel föl tudtuk venni a versenyt, és úgy játszottunk, hogy akár még reálisan ellenük is lehetett esély. Persze én is az első 100-ban voltam mondjuk párosban, és nem a 150. vagy a 340. de a feladatom az, hogy a játékosnak útmutatást adjak taktikailag, szellemileg, és a legtöbbet próbáljam kihozni belőle, és hát ami fontos, hogy a játékos is saját magából megpróbálja a legtöbbet kihozni, és hát ennél többet azt hiszem sokkal többet nem tudok tenni. Én bízom benne, és van önbizalmam hozzá, hogy ez sikerülni fog. Hogy ez mire lesz elég, az megint más kérdés. Persze, ugye mondod, hogy Szlovákia ellen játszunk, náluk sem mindegy, hogy ki fog pályára lépni, de csak az erősségükről egy tény, hogy ezen a héten
az a fiú, aki megverte mondjuk az első mérkőzésen Fucsovics Marcit, ott Soroksáron az első meccsen ő megverte Csilicset éppen ezen a héten Indiában egy ATP versenyen, döntözhet 7-5-re vagy 7-6-ra, tehát nem kutyaütőkről van szó, hanem nagyon is jó játékosokról, még akkor is, hogyha mondjuk 100 és 150 között vannak a világranglistán. Ugye erre próbáltam utalni, már mint a teherrel kapcsolatban. Ugye a teniszben egy örök kérdés, és te, mint játékos edző, pontosan tudod, gondolom erre a választ, hogy az edző szerepe mekkora. És a Davis kupában ugye ez egy kicsit felnagyítódik, mert hát ott lehetsz, ott ülhetsz, tehát tudsz beszélni a játékossal meccs közben is. De te hogy látod egyébként, mennyire az egyén és mennyire a csapat dominál a teniszben, még a Davis kupán belül is mennyire nagy a te szereped mondjuk? Hát nagyon sok függ attól, hogy a játékos mennyire vevő a tanácsokra, és mennyire tudja megvalósítani az utasításokat, de hát ahogy mondtam, nagyon fontos az, hogy legyen egy olyan játékos, aki föl tudja venni az ellenfél a versenyt játéksebességben, adogatósebességben, technikailag, taktikailag, és én úgy gondolom, hogy Fucsovics Marci ezen a szinten föl tudja venni, hiszen ugye ahogy mondtam, nagyon jó játékosok ellen az edzésen is tud fantasztikusan teljesíteni, és én azt hiszem, hogy ő nagyon is komolyan vette a Davis kupát, hiszen fantasztikus eredményei voltak az utóbbi években, sorra hozta a mérkőzéseket. Tehát ezzel nem lesz gond, ugyan még nem edzettem őt, és nem adtam neki utasításokat sem a pályán kívülről, sem mellőle, de azt hiszem... Ilyenkor hogy néz ki, hogy Sávolt Attilával dolgozik Marci, ilyenkor hogy néz ki a te, illetve Attila kapcsolata? Te hogy néz ki az edző, a személyes edző és a csapat, a szövetségkapitány edzőjének kapcsolata? Hát én azt hiszem, hogy ilyenkor jó egy szövetségi kapitánynak kommunikálni egy játékosnak az edzőjével, megkérdezni, hogy milyen állapotban van. Az erősségeit körül az 2 perc alatt látja az ember, meg láttam is játszani Fucsovics Marcit, és tudom, hogy mik az erényei, mik a hibái, és mire kellene odafigyelni, de minden játékos ellen más kép érzi magát az ember a pályán. Attilával kommunikálni fogok, ő nem jön ki a mérkőzésre, tehát ő nem lesz ott. Valamikor ott volt, vagy volt, amikor ott volt a Davis Kupa mérkőzésen, amikor Marci játszott tavaly, de most nem jön ki Pozsonyba, és így én nekem lesz az a feladatom, hogy őt motiváljam, és a pályán segítsem, abból a szempontból, hogy a legtöbbet hozza ki magából. Egy ilyen Davis Kupa mérkőzés nagyon hosszú, tehát nem kell kétségbe esni, hogyha akár elmegy egy játszma 6-1-re mondjuk az első szett, rengeteg olyan meccs volt, a pont Sávolt Attilával volt egy ilyen páros meccsünk, erre emlékszem Finnországban, hogy 6-1-re elveszítettük az első szettben a párost, és utána ő lehiggadt, ő nálam egy 6-7 évvel fiatalabb, azt hiszem, hogy 6-tal, és tök jól játszott a folytatásban, és megfordítottuk 1-6-ról, pedig az elég ritka, hogyha idézőjelben nagyon vernek az első szettben, és ebben a kapitánynak is szerepe van, hiszen ő az, aki életet lehel a játékosokban, megpróbálja jó útra vezetni, viszont nagyon fontos, hogy a pályán is egy olyan játékos van, aki hisz nem csak a kapitányban, hanem ami még fontosabb önmagában, hogy meg tudja valósítani ezeket a dolgokat. És akkor itt válaszolta is az előző kérdésemre. A záró felvetés a részemről, itt a Trend FM-en, a Tenisz magazinban, a rövidítésben, hogy a cél az az, hogy ott maradjon a válogatott az Európa-Afrikai Zóna 1-es csoportjában, teljesíthető. Mi a cél? Hát inkább így megkérdezem egyszerűen. Természetesen ugye a célokat is úgy kell megfogalmazni, hogy reálisak legyenek. A cél... Kemény persze, az út. Persze, hogy az, hogy ebben a csoportban maradjon a csapat, és ez a feladat, de meglátjuk, hogy kik jönnek szembe, kik ellen játszunk. Én azt mondom természetesen, hogy mindig a győzelemre kell játszani, és mindig győzelemre játszik az ember, és ez az, amiben reménykedik, illetve hisz. De hogyha a realitásokat nézzük, akkor nagy dolog lenne, hogyha ebben az Euró-Afrikai egyes zónában ott maradnánk, vagy bennmaradnánk ebben az esztendőben, és talán te is mondtad Valkusz Mátét, vele megerősödve hosszú távon, ugye nem lesz az, hogy nem hiszem, hogy már jövőre ugye top 100-as játékos lesz, szerintem nagyon örülne neki, de azért odáig nagyon-nagyon rögös az út, egy olyan játékosról van szó, aki nagyon tehetséges, és ugyanúgy világelső volt a junioroknál, ugye Fucsovics Marci idézőjelben csak junior Wimbledon nyert, ami óriási dolog, Valkusz Máté nem nyert junior Grand Slam tornát, viszont volt világelső, tehát nagy jövő előtt állhat, viszont kell neki jócskán idő, hogy előre lépjen, nagyon nehéz a profi tenisz, és hogyha ő vele kiegészülve hosszú távon
erősödik a csapat, akkor lesz igazán reális az, hogy legalább ebben a csoportban játszunk, és valaha újra eljussunk a világcsoportba, vagy arra, abba, azon vezető útra. Köves Gábor volt a vendégem, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél ide, és sok sikert kívánok ehhez a feladathoz, ehhez a valóban szép feladathoz. Köszönöm szépen, és köszönöm. Nektek, ez talán fontos hozzátenni. Kedves hallgatóink, a rövidítés, a Trend FM teniszmagazinját és Mezei Dánielt hallották, maradjanak velünk, mert következik a Forgó, nem sokára jövünk vissza.